Péntektől új időszámítás kezdődik a magyar közlekedésben, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter. Lázár János emlékeztetett rá, hogy a helyközi járatokon a 14 év alatti gyerekeknek díjmentessé válik az utazás, 25 éves korig pedig féláron utazhat minden fiatal. Emellett a nagycsaládosok, a nyugdíjszerű ellátásban részesülő 65 év alattiak és a fogyatékkal élők is ingyen utazhatnak a MÁV, valamint a Volán járatain. Szinte percenként érkeznek a volánjáratok a reggeli órákban az egyik budapesti autóbusz pályaudvarra. Iskolába, illetve munkahelyükre igyekvő utasokat hoznak, akik az általuk használt vármegye és országbérletekkel március 1-től már a BKV buszain is utazhatnak. Ugyanakkor Pest vármegyében pedig használhatóak lesznek a fővárosi bérletek. De ez csak egy a most életbe lépő közlekedési változások között. Március 1-ével a magyar közlekedés ügyében új időszámítás kezdődik. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, hogy a változások mintegy 4 millió ember életét befolyásolják majd kedvezően, hiszen nagyon sokan utazhatnak díjmentesen vagy jelentős kedvezménnyel. A miniszter fontosnak nevezte, hogy az új országos tarifarendszert a munkabérek rendezése előzte meg. Egy 3 éves megállapodás keretében minimum 28,4%-kal emelkedik a MÁV volán csoportban dolgozók fizetése. Az új tarifarendszerben egyébként a 14 év alatti gyermekek és a fogyatékkal élők épp úgy díjmentesen, azaz ingyen utazhatnak a helyközi közlekedésben, mint a nyugdíjasok, illetve azok a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is, akik még nem töltötték be a 65. életévüket. De a nagycsaládosoknak is ingyenes lesz a közlekedés, ha együtt utaznak. Féláron közlekedhetnek majd többek között a 14 és 25 év közötti fiatalok, függetlenül attól, hogy tanulnak vagy már dolgoznak. De 1 millió közalkalmazott, így a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók és a tűzoltók is igénybe vehetik az 50%-os utazási kedvezményt. A MÁV Volán csoport www.újtarifa.hu címen indított tájékoztató weboldaláról az is megtudható, hogy az országos és vármegye bérleteknél nincs 50%-os változat, csak teljes árút vagy jogosultság esetén 90%-os kedvezményt adó változatot lehet vásárolni. A menetjegyeknél megszűnik a 90, a 33 és a 20%-os kedvezménykulcs, így a teljes áru, illetve díjmentes változat mellett kizárólag az 50%-os kedvezményt adó menetjegyek maradnak. Számítások szerint az új rendszer havonként akár több 10 000 forintos megtakarítást eredményezhet a családoknak. Lázár János éppen ezért az új tarifarendszer bevezetését az elmúlt évek legnagyobb rezsicsökkentésének nevezte. Március 1-ével számításaink szerint mintegy 4 millió ember életét befolyásoló döntés az elmúlt évek legnagyobb rezsicsökkentése, hiszen mindenkinek, aki holnaptól közlekedik Magyarországon, csökkenni fog a díjtétele, olcsóbban, gyorsabban és igazságosabb körülmények között, olcsóbban, gyorsabban, egyszerűbben és igazságosabb föltételek mellett juthat célba. A közlekedési miniszter a jövő közlekedéssel kapcsolatos feladatai között említette, hogy amint lehet, le kell cserélni a MÁV 3300-nál is több 40 éves járműveit, köztük több mint 700 mozdonyt is. Elsőséget élvez a HÉV megújítása, ami a vasúti pálya felújítása mellett a 60 éves szerelvények lecserélését is jelenti. Lázár János szerint a nagyszabású fejlesztésekbe a magyar ipart, a hazai vállalatokat is szeretnék bevonni.